Formájában és méretében is párját ritkító ez a bika a gancs. A lapátosodó alakja mellett egyediségét a több mint 15 kg-os súlya jelenti. A 12 évesnek becsült vadat egy héttel ezelőtt ejtette el ez a megyei vadász egy tornyos pálca környéki erdőben. A büszke tulajdonos bírálat után a vadászkamara megyei szervezetének is megmutatta a különleges trófeát. Igazából a trófeának a külleme az, ami miatt különlegesnek számít, teljesen egyedi, egyedinek mondható, és ami még nagyon különlegessé teszi, hogy 15,2 kg trófea a bika, ami ebben a megyében, megye ha jól tudom, egyedülálló. Az ország középső, illetve nyugati területein sem gyakori, hogy ilyen méretű agancsal rendelkező gimszarvas tejtenek el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig ilyenre több évtizeden nem volt példa. 12-13 kg fölött mindenképpen nagyon nagynak számít. Somogyban, Zalában azért minden évben esnek 14-15 kg trófea súly feletti bikák, de nálunk ez, ez tényleg számít. A vad elejtése után úgymond lefűzik a koponyarészt és a trófeát, majd azt a vadászati hatóság bírálja el különböző mérhető és esztétikai szempontok szerint. Először ugye megmérik a súlyát az agancsnak, megállapítják a korát, azután rauzsakörméret, szemákhoz, szárkörméret alul felül, korona alakulás, aztán a koronaterpesztés, aztán a szín gyöngyözöttség, hát legfőképp ezeket nézik. És ennek alapján pontozzák, és akkor történik a minősítés, hogy arany, ezüst vagy bronzérnek. Ez a trófea összesen 229 pontot kapott, így megszolgálta az arany minősítést, amelyet 210 pont felett ismernek el. A bírálatokról 1954 óta vezetnek nyilvántartást, ez a trófea ugyan pontok alapján nem, súlya alapján azonban mindenképpen a legjobb 50-ben szerepel az elmúlt csak nem 70 évben regisztráltak között.